amit ebből a pozícióból meg lehet tenni azért, hogy legyenek magyar cégek is, magyar kis csodák is, azt igyekszem megtenni, de valójában ez azokon a vállalkozókon fog múlni, akik ezeket a kis magyar cégeket vezetik. El kell hinnünk, hogy fel lehet építeni magyar világcéget, vagy a közgazdász, aki nemzetközi nagyvállalati karriert futott be, és közben a jogi diplomát is megszerezte. Közel 20 éve dolgozik a Foxconn magyarországi leányvállalatainál vezetőként. A Foxconn a világ egyik legnagyobb árbevételű vállalatcsoportja, minden kontinensen jelen van, és több mint 1 millió embert foglalkoztat. Korábban Dél-Kínában dolgozott, egy finn cégnél ázsiai regionális igazgató volt. Ezt a társaságot 2003-ban felvásárolta a Foxconn, a finn cég embereiből tudomása szerint mára csak ő maradt. Viccesen szokta mondani, lehet, hogy ő a világ legdrágábban felvett munkatársa. Vezetése alatt a vállalat eddig minden évben nyereséges volt, és megőrizte helyét az ország 25 legnagyobb árbevételű cégei között. A koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés miatt nem kért állami támogatást, mert szerinte a segítséget azoknak kell adni, akik rászorulnak. Ennek ellenére 2020-ban közel 20%-kal nőtt a vállalat árbevétele, a nyereséget pedig megötszörözte, és a számok 2021-ben is növekedtek. Szerinte egy kis ország is meg tudja valósítani a gazdasági csodát, ehhez próbálnak hozzájárulni a komáromi gyárban is, ahol világújdonságnak számító gyártási folyamatokat és módszereket fejlesztenek. A kiterjesztett valóságot ipari környezetben használják fel, és mesterséges intelligenciával korszerűsítik a gyártási folyamataikat. Fontos számára, hogy az innovációs együttműködéseket mindig magyar partnerekkel közösen végezzék, és a keletkezett szellemi terméket a magyar fél tulajdonában hagyják. Mottója, nem a cápák közé kell beúsznunk az elejtett falatokért, hanem új vizeket kell keresnünk, ahol mi leszünk az első cápák. 6 évig volt a JVS elnöke és a Menedzser Szövetség elnökségi tagja. Több szervezet és egyesület szakmai támogatása mellett jelenleg a Magyar Röplabda Szövetség elnökségi tagja és a székesfehérvári MÁV Előre SC elnöke. Számos vállalati díj mellett 2020-ban a Varga Mihály pénzügyminiszter Magyar Gazdaságért díjjal tüntette ki. 2021-ben a Figyelő magazin az év emberének választotta. 2021-ben a Menedzser Szövetség év menedzseredi kitüntetettje, dr. Tálos Péter.